Igazi kupameccset láthatott az a közel 500 szurkoló, aki végignézte az NV1-es Pápa kisvárdai vendégjátékát. Az első félidő 1-1-es döntetlennel zárult, mivel Király 21. percben szerzett góljára, a 39. percben Hegedűs 11-esből válaszolt. Fordulás után Struhár ismét a pápaiakat juttatta előnyhöz, rá 2 percre, a 61. percben azonban Kapacina egalizált, újabb 7 perc múlva pedig üveges találatával már a Várdánál volt az előny. Az öröm azonban nem tartott sokáig, a vendégek Quintero és orosz bombáival fordítottak, és bár az utolsó pillanatban még volt egy zicser a kisvárdának, a hazaiak vereséget szenvedtek egy olyan mérkőzésen, amely után csak az eredmény miatt lehet hiányérzetük. Szerintem abszolút elégedettek lehetünk a saját játékunkkal, csak igen, az az egy kár, hogy nem jutottunk tovább. Hát egy profi NB1-es klubbal találtuk szembe magunkat, akik a legjobbjaival felsorakozva játszottak, és hát még 3-2-re mi vezettünk, tehát abszolút kétszer fel tudtunk állni hátrányból, és meg is tudtuk fordítani a meccset, de utána jött 2 nagyon jól eltalált lövés, és hát sajnos 4-3-mal ők nyertek. Bár a magyar kupától elbúcsúzott a kisvárda, a mutatott játékból a futballisták előtt meríthetnek a bajnoki folytatáshoz. A Liga Kupa meccsekre is igaz, ott is ugye NB1-es csapatokkal játszunk szinte, tehát MTK, Diósgyőr, és ott sem vallottunk szégyen, sőt meg is tudtuk verni az MTK-t, meg egy döntetlen játszottunk velük, illetve Diósgyőrrel, illetve most ez a pápai hétközi meccs is nagyon jó arra, hogy erőt merítsünk belőle a hétvégi bajnokikra, mert most is egy nagyon fontos meccs jön, hiszen érkezik hozzánk a Vasas szombaton. A kisvárda 14 pontjával a 10. helyen áll a tabellán, megelőzve az eddig egy ponttal kevesebbet gyűjtő Vasast. Valahogy nyernünk kell, itthon kell tartanunk a 3 pontot, hiszen most ezzel a Békés Csabai vereséggel már 4 pontra van a kieső zóna, illetve ha jól tudom, a Vasas is talán mögöttünk van pont egy ponttal még, úgyhogy most ha meg tudnánk nyerni ezt a meccset, akkor egy kicsit megint megnyugodhatnánk. A Kisvárda-Vasas mérkőzés szombat délután 13:30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey televízió nézői pedig vasárnap este 8 órától láthatják az összecsapást.